Egyre inkább azt láttam, amikor a kormányra került a Fidesz, hogy az egész országban tulajdonképpen kezd kiépülni egy nagyon súlyos szervezet, amelyiknek az a fő feladata, hogy az Európai Uniós pénzeknek minél nagyobb részét lopják el. Most ezekből, ilyenekből indultak ezek a hatalmas vagyonok, és gyakorlatilag ezekből lett, mögöttünk van ez az elképesztő luxussal felszerelt kastély is. Sajnos, ahogy a környéken jövünk, maga a környék nagyon szegény, látszik, hogy mennyire sok szegény ember él ezen a környéken, de a közepén a falunak ott van ez a még nyugat-európai szemmel is egy nagyon exkluzív, nagyon drága kastély, amelyik még egyszer mondom, a miniszterelnök vejéhez tartozik. Azt határoztam el, hogy akkor a rendszer kell megmutatni, ez pedig egész egyszerűen úgy lehet, hogyha minél több ügyet bemutatunk. Én tudom, hogy ma már annyi ügy van, amit egyszerűen képtelenség nyomon követni, ügyenként felidézni, de én azon dolgoztam az elmúlt, nem tudom, 8 évben, hogy megmutassam, hogy ez a rendszer, és hogy hogyan működik ez a rendszer. I would say that the engine of the Orban regime is nepotistic corruption. No one from the Hungarian side wants to take out the engine from the car. So I think we can be rather skeptical about that, how much the government really wants to step up against corruption, which is part of the nature of the regime. Jelen pillanatban én azt mondom, ha az Unió anélkül egy eurócentet ad Magyarországnak, hogy az uniós ügyészséghez ne csatlakoztunk volna, akkor az Unió az tényleg olyan ostoba, mint ahogy az Orbán igyekszik beállítani. Ugye azt szoktam mondani, hogy csupa hülyék vannak. Ha uniós ügyészség nélkül adnak nekünk adófizetői pénzt, akkor tényleg ostobák. Nem tudok máshogy fogalmazni, elnézést kérek a uniós vezetőktől.